28. alkalommal rendezték meg a barcasági Szent Mihály napokat a Brassó megyei 4 faluban. A kulturális programok, koncertek, kézműves foglalkozások mellett idén is hangsúlyos szerepet kapott a hagyományok ápolása, amely a szervezők szerint a brassói multikulturális közegben egyre jobban él és virul. Egynapos programként indult, mára egyhetes fesztivállá nőtte ki magát a 4 falusi Szent Mihály napok, a barcaság legnépszerűbb kulturális és hagyományőrző rendezvénye, amelyet csaknem 30 éve a barcasági Csángó Alapítvány szervez, idén azonban átadták a stafétát. A barcasági Csángó Alapítvány 1990-es években alakult, hasonlóan a Válaszúti vagy a Szamosújvári szorványkollégiumokhoz képest, és neki is ugyanaz volt a célkitűzése, hogy a helyi magyar oktatást támogassa, úgyis jött létre, mint jövendőbeli bentlakás. Ez a célja az első 10 évben többé-kevésbé sikerült, utána volt egy 10 éves kihagyás, szünetelés, és most körülbelül ismét 12 éve működik. A magyar nyelvű oktatási intézmények támogatása mellett nagy tömeget mozdító eseményeket is szerveznek, ilyenek a Szent Mihály napok is. Ugyan a stafétát már átadták a fiataloknak, idén először a szervezést a 7-falusi Magyar Ifjúsági Klub vállalta magára. A fiatalok örömmel tapasztalták, mekkora megmozgató ereje van egy ilyen fesztiválnak, hiszen egyre többen jelzik, szeretnének társulni partnerként, támogatóként. A 2-től vasárnapig tartó számtalan program rengeteg érdeklődőt vonzott, nem csak a településről, de egész Brassó megyéből. Az eddigi programok nagyon látogatottak voltak. Hétköznap ugye a színházi előadással kezdtünk, utána borkostoló, pálinkakóstoló, könyv bemutatók, 3 könyv bemutatónk is volt, mindegyik telt házas volt. Pénteken születi, kosaras születi bárunk volt. Hát a bálon is nagyon sokan eljöttek, úgyhogy a táncparkett az végig tele volt, úgyhogy szerintem ez egy nagy siker, hogy hétköznap is sikerült így megmozgatnunk a lakosságot. A heti programoknak kedvezett az időjárás, vasárnap azonban a rossz idő miatt sajnos elmaradt a hagyományőrző szekeres felvonulás. De a 4-falusi fúvó zenekar adhok koncertje pótolta a hiányt. A vasárnap esti Ergó zárókoncerten pedig már szép számmal részt vettek a szakadó eső ellenére is.